Október 16-án hatalmas érdeklődés mellett mutatkozott be Cigány Budapesten, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. A Vissza a gyökerekhez jelmondat jegyében az önkormányzat és a borsodabaui Zemplén megyéből elszámazottak baráti körének rendezvényére a Budapesten és környékén élő volt cigándiakat, a baráti kör tagjait, cigán budapesti barátait várták, nem hiába. A cigándról érkező rendezők, szereplők, érdeklődők 4 autóbusszal érkeztek Budapestre. Szombati bemutatkozás 13 órakor kezdődött a cigándi szőttesek, cigándi alkotóművészek kiállításának megnyitásával, ahol láthattuk Barbóc Erzsébet cigándi rajztanár festményeit, grafikáit, Borsi Antal egykori cigándi tanár kispasztikáit, Fodor József taktaharkányi református lelkész képeit, Olá József festményeit, szobrait és Völgyi Antal tanár úr alkotásait. A kiállításon láthatóak voltak a művészanoda két növendékének,
Bodnár Zoltánnak és Varga Sándornak linó metszetei. A kiállított tárgyak között tekinthették meg az érdeklődők, az Emtén Gyermek Tánccsoport és a Művészanoda Mazsoret csoportjának tárgyi emlékeit, a létesítendő tájház terveit. Mindenkiben nyerjen.
máskor is e felett, hogy el ne heverjen. Kiállításunk része a cigányhoz kötődő amatőr festők által készített alkotások bemutatása is. Ezek segítségével is nyerjenek betekintést községünk mindennapi életében. Ezek után megkérem kedves vendégeinket, tekintsék meg a kiállításunkat. Történelmünkben már évszázadok múltak, és minden kor hozott minden téren újat. Törvények, hízések, dalok, táncok, zenék a ritmusaikat koronként ültették. A népművészetünk örök, égő, mécses, őseink lelkéből kisugárzó fények. Anyakörben pattant erős nemes hajtás, állja évszázadok viharos vad harcát. Kristályos tiszta tó, miből nyitalt merít, aki szépre jóra nemesre szomjazik. Alapkő, aminek márványa ködben is átragyog a jövő számára. Hullám, évrezgető, simogató hullám, végigkömbölyögő történelmünk során csömbölyög jelenünk szép gyors ütemére, a 20. század táncol zenéjére. Táncát oly szívesen s olyan szépen járja, széles a világon mindenki csodálja. Ritmusára már a jövő is felfigyel, hiszen e szép táncot méltóként járja el. Cigándi Kábel Televízió részére bemutatkozna, hisz ön az első beíró az itt megnyílt kiállítás emlékkönyvébe. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelést, tiszteltetést, hogy részt vehetek ezen a rendezvényen. Nevem Nagy József, aki Cigándon születtem 1933-ban, és lent a Szőke-Tisza part közelében, a Tiszától kb. 150 méterre ott nőttem fel. Számomra ez a gyönyörű Tisza part egy örök emléket ad, egy visszabágyódást. Ha elmondaná talán bővebben az, hogy Nagy József, mert ez nagyon sok van Cigándon. Itt nem akarok kitérni a melléknevekre, de azért úgy talán jobban emlékeznének a cigándiak. Én az a Nagy József vagyok, aki lent a Villám utca 3-ba laktam, éltem, ötöd magammal maradtunk hadjárván. Édesapám Nagy Antal, aki a II. Világháborúban, mint harcoló katona elesett, és az én édesanyám Szerdi Julianna, egy alacsony kis törékeny asszony, aki minket nagyon-nagyon keserves körülmények között felnevelt, és emberré paradott. Én elsősorban úgy tudnám érzékeltetni, hogy az a Nagy Antal, aki nagyon sokat dolgozott, nagyon harmadosból kapáltak, arattak, jó magam is már markot szedtem 9 éves koromban, és nagyon keservesen éltünk, szegényen, de nagyon becsületesen. És a hozzátartozóim, nagyapám, nagyanyáim, Szerdi József, Nagy Antal, ez a Ferenc utca, Érd utca lakói voltak, majd később a sógorom György Károly, aki közel 30 vagy legalább 30 éven keresztül a Cigándi Termelőszövetkezetnek volt a vezetője. Nagyon becsületes embereknek a gyökerei vagyok, és hát talán röviden így elsősorban cigánytól, mint emlék, hogy ki vagyok, így szeretném. Iskoláit elsősorban hat általán, illetve hát elemi iskolát végeztem el, és ragyogó ez a kép előttem, a Kántor Mihály, aki az én aranyos pedagógusom volt. Magyarul, mivel édesapám már korán elhunyt,
talán Kántor Mihálynak, cigánt népének, vezetőinek, kiváló pedagógusainak mondhatom azt, hogy ma itt önökkel, mint olyan RTL klubban nyilatkozhatom. Az általános iskoláimat majd Budapesten folytattam 49-től tovább. Bekerültem a Csepel művekbe, mint ipari tanuló. 1951-ben szakmunkás lettem, gépszerelő szakmunkás. Majd folytatva munkámat, 3 évre bevittek katonának, ott végül leszereltem szerencsésen, és elkezdtem a gépipari technikumot a munka mellett. A gépipari technikum elvégzése után azonnal jelentkeztem Műszaki Egyetemre, és büszke vagyok, újra mondom a pedagógusainak, hogy mindenkor, mindenütt tudásban helytáltunk. Tehát felvételt nyertünk úgy az egyetemen első pillanattól kezdve, és elvégeztem jó alapokkal, hiszen tiszta kitűnő tanuló voltam különben. A Kántor tanár úr az nem olyan könnyen osztogatta a jó jegyeket, de büszke vagyok rá, hogy ő mindig kiválónak minősített. És az egyetem elvégzése után nagyon keserves, hosszú léptek kell, hiszen 2 forinttal léptem ki 49-ben a Budapestre a keleti pályaudvaron, és ahhoz a 2 forinttal kellett elindulnom, és azért ma mondhatom azt, hogy büszkén egy gyárnak lettem először kisebb vezetője, majd fokozatosan feljebb a létrán, munkámmal bizonyítva, tudásommal bizonyítva. Így eljutottam oda, hogy lettem egy gyárnak, egy könnyűipari gépgyártó vállalat 2 számú gyárának a főmérnöke, majd annak a gyárnak az igazgatója. Azért vagyok büszke, mert ez mind onnan cigányról indult el. Én köszönhetem azoknak az őseimnek, akik ma részben itt vannak, akikkel sikerült találkoznom. Igaz, hogy már egy kicsit deres hajjal, és azért helyenként megismerjük egymást. Tehát röviden ez volt a pályafutásom, majd nyugdíjba kerültem 93-ban, és azóta az Ürömhegy, Aranyhegyen csodálatos kertem van, tehát a gyökerein megint visszatérhet ahhoz, hogy szeretem a gyönyörű természetet, a gyönyörű kertet, gyümölcsfákat, szőlőket, és bármikor, bármely cigányi barátaimat nagyon szívesen látom. És nagyon örülök annak, hogy lehetőséget biztosítottak erre a csodálatos találkozásra. Mi kérdezett akkor, amikor megkapta erre a rendezvényre a meghívást? Szívem elszorult. Tudnék, abban a pillanatban eszembe jutott az a nép, az a nagyon sorsüldözött nép, aki évszázadokon keresztül a Tisza partján rettegve az árvíztől, a szárazságtól, az aszálytól, a különböző gazdasági problém, természeti csapásoktól, és éreztem, hogy abból a kis faluból, hát most már nagyközség, nádpedeles házakból mi jött létre, és milyen embereket indítottak útnak ennek az országnak, ennek az hazának. És nem csak Magyarországon lehetnek büszkék a cigányiakra, hanem büszkék lehetnek külföldön is, mert ott is helytáltunk becsületet. Tehát én nagyon szorongó szívvel, de nagyon nagy örömmel újságoltam a családom, a gyermekemnek, akik szintén itt képviselnek. Most ide egyedül jött? Elhoztam a lányomat, mert a másik 2 unokám hétfőn vizsgázik, jogi egyetemre jár az egyik, a másik pedig műszaki főiskolára. Ők azért nem tudtak, a feleségem pedig a kisunokámra vigyáz, és hát ő azért nem tudott most egy pillanat meg. Régi osztálytársai, cigányi osztálytársaira kikre emlékszik? A régi osztálytársam volt Fodor József, az is itt él Budapesten, Balla József, aki Kanadába 56 után kiment, és ott valahol szomorú, de elhunyt. Duránszky Mihályra, Duránszky Jánosra, Nagy Bertalanra, hát Szűcs Józsefre. Akkor egész sokra emlékszik. Sok-sok barátom volt, és Timár gyerekekre, azt hiszem az egyik Timár fiú az lent is van a klubteremben, itt velük találkoztam, igen. Nagyon sok barátomra. Hát és itt találkozott már valaki érdekessel, akire nem számított, vagy már nagyon régen nem találkozott? Hát a polgármester úrral, mivel volt lehetőségem, a televízióban láttam a Ferjék családnak a megtisztelő ünneplésén, akik nagyon jó barátaim, az összes Terjék család, ezért a polgármester úrral volt az első találkozásom lent, és hát aztán már közben egy jó pár ismerős azért összejött, akit úgy
tényleg már nem hittem volna, hogy ma lehetőségem van újra ezekre a találkozásokra. De először is talán ezek a közvetlen kézműves tárgyak, ezek a képek, ezek a táncok, és mondom még egyszer, az én tanáromnak az arcképe, és önök, akik itt az egész műsornak a rendezői, vezetői, ezek azt hiszem számomra nagyon nagy elégtétel ahhoz, hogy tényleg boldog legyek, hogy hogyan tovább. Bízom benne, hogy ezt a műsort, ezt a lehetőséget többször meg fogják még adni, mert egyetlen egy van, ami összeköt minket, ez a lehetőség. Nagyon szomorú, de szétszórottunk a háború után a világ minden tájára. Nem azért, mert nem szerettük cigándot, hanem azért, mert nem volt meg az életfeltétel. Én, ha lehetőségem lenne és lesz, bármikor tenni kell cigán népért, cigándért, mert ez a nép nagyon megérdemli. Iszonyú kegyetlen sors. A háború alatt ott éltem át, mint kisgyermek, és tudom, hogy mit jelent cigán népének ez a lehetőség, hogy végre kaput nyitott, és eljöttek Budapestre. Magyarországon 3000 helység van, és arra, hogy cigán, odáig eljutott, hogy ma itt rendezvényt csinál, ez egy óriási szenzáció. Egy óriási esemény, és ezt büszke vagyok rá, határozottan mondom, büszke vagyok. Esetleg rá. Pesti barátaival beszélt ilyesmikről, vagy erről a dologról? Beszéltem, György. Mit szóltak? Épő György, nagyon büszkék, hogy ezt a rendezvényt megtartottam, megtartjuk. Büszkék. Van-e még kapcsolat a cigándiakkal, tehát jár-e haza arra gondolom? Minden évben hazamegyek, hiszen a én szüleim, nagyszüleim ott vannak eltemetve. Élő testvéreim, sógornőim vannak, a Nagy Sándornének a felesége, a Ferenc utca 13-ba, bár az utca neve azt hiszem változott, tehát azt hiszem József Attila utca 13, de nagyon sok rokonom van még. Hát nagy az, meg Nagy József, ahogy az induláskor is mondta, rengeteg van cigánton, Olán, Nagy, ezek ősi, jellegzetes nevek, tehát azért kellett az elején is már egy kicsit kiemelve a jelenlétemet, hogy ki vagyok, azért kellett ismertetni. Vannak otthon nagyon sok rokonaim, és azok rendszeresen hazajárnak. Hát nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és most elengedem, hogy tekintse meg azt a filmet, amit cigánról hoztunk. Nagyon szépen köszönöm, és ha jövőre, vagy bármikor rendezvény lesz, nagyon szépen megkérem önöket, hogy újra ilyen szép meghívóval tiszteljenek meg. És köszönöm a cigán népének ezt a csodálatos rendezvényt. Viszontlátásra kívánok! Köszönjük! A mai cigánot bemutatok a filmösszeállítás után, melyet nézőink is láthatnak majd, a fővédnök dr. Kupa Mihály, Németh Károly polgármester és a képviselőtestület jelenlévő tagjainak részvételével fórum keretében kérdezhettek a vendégek a településsel kapcsolatban. Polgármester úr, kedves cigándiak, mindegy, hogy Pesten élnek, vagy hol az országban, vagy cigánon, a lényeg az, hogy cigándiak. Nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek önök között, hiszen a Zempléni Település Szövetség célja, feladata az, hogy a zemplénieket összefogja, Zemplén segítse, és persze megkérje azokat is, akik már elszármaztak onnan, de a szívükben, a szokásaikban, a vérükben zempléniek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk itt együtt, és azt hiszem, és remélem, ahogy körbenéztem, hogy jól is érzik magukat, és még jobban fogják érezni magukat. Cigánd az egy szép és nagy település, és én külön büszke vagyok arra, hogy sikerült a cigándiakat megnyerni, hogy legyenek ennek a szövetségnek a tagjai, és ez a megnyerés már odáig megy, hogy majdnem minden összejövetelünkön a cigándiak, vagy a mazsorettek, vagy az énekkar, vagy a néptáncosok biztos, hogy ott vannak és segítenek bennünket, akármelyik csücskében vagyunk is Zemplénnek. Miért olyan fontos nekünk ez a Zemplén?
Hát nagyon sok minden miatt, nem csak azért. Már én is mindig azt mondom, hogy zempléni vagyok, úgyhogy meg is kérdezik, hogy ott élek-e. Vannak oda rokoni szálaim. Hát azért nem csak azért fontos, mert ott születtünk és ott élünk, hanem azért, mert az Magyarországnak egy nagyon szép tájegységet, és Zempléni kapu volt keletre, mutatva északra és délre, és mi ezt a szerepet, pláne itt az évezred küszöbén, amikor Magyarország, ha Isten is úgy akarja, formálisan is csatlakozhat az Európai Unióhoz, mi ezt a szerepet, ezt a nyit szerepet szeretnék erősíteni és jóvá tenni. De mindenek előtt, és azért mondom, az ott élő emberek életkörülményeit szeretnénk közösen javítani, a lehetőségeiket, a fiatalokét is, hiszen nagyon jó iskoláink vannak, mindegyik településen, egyetemeink vannak, főiskoláink vannak, és a jövőre is kell gondolni, miközben mindig nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy azokat az embereket, akik egy egész életet végig harcoltak, hűrcöltek, küzdöttek ott, megbecsüljük, és ez nem formális megbecsülés, mi az idős embereket nagyon szeretjük, és a tapasztalataikra mindig mindenütt számítani akarunk. Hát mi vagyunk a középnemzedék, nekünk hajtani kell, küzdeni kell, de jó példa van előttünk az idősek példája, és remény teljes fiataljaink vannak, úgyhogy én biztos vagyok, hogy együtt, és az együttünk nagyon fontos, boldogulni fogunk. Szeretném elmondani, hogy a polgármester úr kitaláltak, az a szívemben markol, mert mi a 2000. évre akarunk egy olyan programot, és meg is nyertük ezt a pályázatot. Nyilvánvalói bizottságnál, hogy a Zemplénből elszármazottak találkozója, hívjuk ezt így, szeretnénk meghívni az embereket, és persze a cigánbiakat is, hogy azt a szép évet, azt a nagy jubileumot, ami Magyarországnak 1000 éves évfordulója, együtt ünnepeljük, és együtt gyűjtsünk erőt, készüljünk arra, hogy ha a fene-fené teszik, mi ott a boldogunk. Köszönöm szépen! Dr. Kupa Mihály köszöntője után a kérdezők a Tiszapart fejlesztésével, a tájházzal kapcsolatban érdeklődtek, volt, aki segítségét ajánlotta fel a falunak.
15 órakor kezdődött az a gálaműsor, melynek első részét most nézőiknek is bemutatjuk. A második részt, a lakodalmast, szombaton délután láthatják majd. Jó szórakozást! Tisztelt cigándiak, kedves vendégeink! Szokatlan alkalommal köszöntöm Önöket cigán nagyközség otthon maradt lakói nevében. Szokatlan, hogy házigazdaként itt Budapesten köszöntsem a cigánról elszármazottakat, ezen a találkozón megjelent cigán barátait. Remélem, a mai délutánon többen újra otthon érzik magukat, újra eszükbe jutnak a régi emlékek. Cigán ma is egy büszke és konok település. Szereti és büszke mindazokra, akik elkerültek a községből, akik mindenütt megállják a helyüket, akik nem szakították el gyökereiket, akik tudják, honnan indultak, és akik nem felejtették el szülőfalujukat, de neheztel azokra, akik mindezeket elfelejtették és hűtlenkedtek cigánthoz. Ez a mai nap egy folyamatnak a része, egy újabb állomás a gyökerek és a szülőföld szeretet erősítésének. Az elmúlt év tavaszán találkozóra hívtuk az egykori búzavirág és gyöngyösbokrétás táncosokat, majd augusztusban a községből elszármazott értelmiségeket. Felejthetetlen élmény és érzés volt találkozni 70-80-90 éves emberekkel, akik híresítették cigánokat. Büszkék vagyunk azokra az osztálytalálkozókra, amikor 40-50 éve végzett egykori cigándi általános iskolások találkoznak, és látogatják meg egykori iskolájukat, és emlékeznek volt tanítóira. Ezek a találkozások késztettek bennünket arra, hogy elhozzuk és bemutassuk Önöknek településünk múltjának egy kis darabját, felvillantjuk a jelent, és Önökkel együtt tervezzük a jövőt, azt a jövőt, melynek az Önök segítségével valóra tudunk váltani, és amiatt nem kell szégyenkezni sem az elszármazottaknak, sem az otthon élőknek. Szeretnénk megmutatni, hogy cigánt nem csak az otthoniaké, az Önöké is, az itt és bárhol a világon élő cigándiaké, és mindazoké, akik szeretik ezt a települést. Bízom benne, hogy a mai programunkat olyan szeretettel fogadják, amilyennel készültünk rá. Ha egy-egy pillanat lehet ám majd hevesebben vele a szívük, hogy elszorul a torkuk, ne gondoljanak semmi rosszra, ez nem más, csak az emlékek felidézése, a szülőfalu szeretete okozza. Ezek után engedjék meg, hogy köszöntsem vendégeinket, még egyszer dr. Kupa Mihály országgyűlési képviselő urat. Köszöntsem dr. Kaposi Edit néprajzkutatót. Keszler Máriát néprajzkutatót. Vásárhelyi László koreográfust. Dr. Nagy Károlyat a Borsodabói Zemplén megyei barátokat. Külön szeretném megköszönni a segítségét, hiszen az eredeti ötlet az innen származik, hogy ebben a baráti körben mutatkozzon be cigánt. Serfőző Sándor urat, az állami népügyítés igazgatóját. Harcsa Béla urat, filmrendezőt, aki a cigánról készült dokumentumfilmnek a rendezője. És megköszönjem Fegyvesi Kornél igazgatónak, a József Attila Művelődési Központ igazgatójának és munkatársainak.
engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem azokat az adományokat, melyet a Falu Múzeum felépítésére, illetve kialakítására nyújtottak. Egyben szeretném megkérni a jelenlévőket és a nem jelenlévőket is, hogy ezt a folyamatot a jövő évben zárjuk le, 2000-ben, 2000 augusztusában. Nagy szeretettel várunk mindenkit a Cigándiák világtalálkozóján, otthon Cigándon, a településünkön. Viszontlátásra! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves cigándiak és igen tisztelt, kedves elszármazott cigándiak! Tisztelt képviselő úr, kedves polgármester úr! Úgy tudom, hogy cigán életében 5 évvel ezelőtt egy történelmi fordulat következett be, és pedig akkor, amikor megépült végre a Dombrádot és Cigándot összekötő híd. Jól tudom, ugye? Igen. 5 esztendővel ezelőtt. Azelőtt csak időszakos átkelési lehetőség volt a Tiszán, hiszen ponton híd volt. Mi sokan Cigándról, Szikszóról, Miskolcról, Mezőkövesről, Ózról sorolhatnám még a településeket. Sok évvel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt elszármaztunk ide Budapestre, és éppen 18 esztendővel ezelőtt elhatároztuk, hogy létrehozzuk Borsod-Abaúj Zemplén budapesti baráti körét. 6 éves előkészítés után sikerült ezt megvalósítanunk. Ebben döntő része volt egy cigándi születésű, itt jelenlévő, kitűnő embernek, aki villamosmérnök, az Energiagazdálkodási Intézetnek volt akkor a igazgatója, úgy hívják, hogy Dócs János, és amikor a kiállításon... És amikor a kiállításon, amely az első emeleten látható, a Falu Múzeumra adományozók névsorát nézzük, nem mondom meg, hogy milyen nagy összeggel, dr. Dócs János barátunk a lista élén áll. Hát ilyen elszármazottakat szeretünk mi, akik 18 esztendővel ezelőtt hidat építettünk a megye és Budapest között. Mi úgy gondoltuk akkor, és valljuk ma is, hogy nem tisztességes ember az, mint hogy a polgármester úr is hasonlót mondott, aki elfelejti a szülőföldjét. Persze vannak sokan, akik azt mondják, hogy hogy lehet egyszerre Budapestért rajongani, mint ahogy sokan rajongunk, igazi budapestiekké váltunk, és ugyanakkor szeretni Cigándot, Mezőkövesdet, vagy Mezőkeresztest. Hát erre csak azt mondhatjuk, hogy az ember egyszerre szereti, ha olyan szerencsés, az édesanyját, az édesapját, sőt szereti a gyerekét, az unokáját, a kedves szomszédot és sok mindenki mást. Én a baráti körünk nevében azt szeretném kérni, látván ezt a rendkívül nagy érdeklődést, és most zárójelbe igazat adván a cigándiaknak, hogy nem lett volna elég a Fáklya Klub nagy terme ennek a nagyszabású rendezvénynek a megtartására, hogy tekintsék hídnak, ami budapesti Borsod-Abaúj Zemplén baráti körünket, és használják ezt a hidat, mi is fogunk közlekedni Cigán felé, autóbusszal és más módon, mert bizony őszintén meg kell mondani, többen csak futó látogatást tettünk Pácinba menet, vagy éppen Szabolcsba menet Cigándon. A mi baráti körünk, amely most már sajnos eléggé fokhiassá vált, megöregedett, egy kis vérfrissítésre vár. És azt hiszem, hogy a polgármester úr és önök is úgy akarják, különösen azok, akik itt Budapesten és a környékén élnek, Cigándról elszármazott családok száma 301 néhány. És majdnem mindenki itt van ebben a teremben, aki valaha Cigándon született, ott élt, ott tanult, ott lakott. Tehát ha önök, akik onnan elszármaztak, a szülőfalujokkal a kapcsolatot
szökkenőmentesen tartani akarják, akkor használják bátran a mi baráti körünket. Mi bármikor hajlandók vagyunk, ha kisebb méretben is cigándi estet rendezni egy évbe, akár többször is hajlandók vagyunk, sőt szeretnénk Sőregi János híres múzeumigazgatóról, cigán szülöttéről, aki a Debreceni Déri Múzeum nagy hírű igazgatója volt, tartani egy klubestet, ismerjük meg végre, és mivel mi Budapestre elszármazott borsodiak, olyan kalandvágyó emberek vagyunk, hogy létrehoztuk közben mi budapesti borsodabói zempléniek a Nemzeti Múzeum baráti körét, tehát Sőregi Jánosnak meg tudnánk adni a múzeumi szakma részéről is a kellő megbecsülést, sőt létrehoztuk a Nagykörút és Nagyvilágklubot, ahol még pakisztáni nagykövet is tartott előadást, meg a Nagykörútra egy Kossuth Díjas balettáncosnő, és májusban pedig megalakítottuk Ausztrália baráti körét. Tehát aki itt él Budapesten, vagy Pest megyében, vagy a környéken, mert vannak itt Székesfehérváról is, vegye igénybe a baráti kör rendezvényeit, jöjjön el. Legközelebb november 4-én a Sajó Szentpéter is születésű, Kossuth Díjas, háromszoros Kossuth Díjas kiváló művészre, Pécsi Sándorra fogunk emlékezni. November 4-én Károly napján délután 3-kor először megkoszorúzzuk a síremlékét a Farkasréti temetőben, közvetlenül a Domján Edit síremléke mellett, ezt csábításról mondom. Utána pedig a Bajor-Gizi Színészmúzeumban Ádám Otto, a Madách Színház híres Kossuth Díjas igazgatója emlékezik majd Pécsi Sándorra, és a Pécsi Sándor guruló színpad Miskolcról ad egy nagyon színes, változatos műsor. És most engedje meg, kedves polgármester, mert nem tudtam, hogy itt ilyen sok virág lesz, hogy a baráti kör virágkosarát átadja. Ne a bébi, hanem a tehelyén. És mivel itt már délelőtt volt egy nagyszerű főpróba, én azt is tudom, sőt biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a gála, mely perceken belül elkezdődik. Az iskola részére pedig az Ausztrália baráti kör részéről egy Ausztrália mindentudót, a nagykövet úr ajándékát, és egy innen 20 ezer kilométerre elszármazott történelmi nevet viselő Teleki József nevű úrnak az ajándékát, aki minden irredentaságtól mentesen elkészítette Erdély omladozó kövei című kétórás videóját, Szatmártól Vajdahunyadi körbejárva Erdélyt. Ezt a nagyszerű programot, amelyet a Oktatási Minisztérium is jónak tartott, és több iskolának már ajándékba adtunk. Engedje meg, hogy átadjam ezt is az iskola részére. Megköszönöm dr. Nagy Károly szavait, és mi sem jöttünk üres kézzel, szeretném átadni a település ajándékát dr. Kuba Mihály képviselő úrnak, Kaposi Edit asszonynak, Keszler Máriának, Harcsa Bélának, mindjárt mondom sorban, mert Serfőző Sándornak, Fenyves Kornénak és dr. Nagy Károlynak. Thank you.
Gála műsorunk szereplői rendezői nevében tisztelettel köszöntöm valamennyiüket. Főcímünk Vissza a gyökerekhez nem véletlenül kapta ezt a nevet. A Budapesten élő cigándiaknak jelentheti a fiatalságot, gyerekkort, a meghitt családi fészket, a hazahívó, hazaváró falu közösséget, ahol ismerősök köszönnek rá, és ahol a megváltozott faluképben is a régit, a letűnt idők emlékeit keresünk. A cigánban élőknek pedig ez nem mást jelent, mint hogy híven őrizni és továbbadni a következő nemzedékeknek azokat az értékeket, melyek létrehozói és hordozói elődeink voltak. Ezt a célt hivatott szolgálni a most bemutatásra kerülő műsor is. Kicsit felvillantani jellemünket, majd visszatekinteni múltunkba, szellemi hagyományaink, szellemi értékeink tükrében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A színpad mögött, vagyis a függöny mögött megbeszéltük a kolléganőmmel, hogy az esetleges bakikér, amit el fogunk itt követni a konferálás közben, szíves elnézést kérjük. Először a néhány éve működő mazsolett együttest fogjuk bemutatni. Koreográfus Németi Viktória. Thank you.
Folytatnánk műsorunkat, a mazsoretre egy pár szót szeretnék szólni. A művésztanoda mazsoretje társcsoportja 1993-ban alakult, amikor még csak 20 lelkes lányka művelte ezt a szép és igen nehéz táncpontot. De ma már 3 korcsoportot, közel 50 növendéket foglalkoztat. Számos helyezést értek el az országban megrendezett versenyeken, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Szeretnék egy pár eredményt mondani, és legyenek szívesek tapsal fogadni ezeket az eredményeket. Országos mazsoret táncverseny 3. helyezés. Formációs táncverseny 1. helyezés. Ezek kívül még külön díjasok is. Országos mazsoret bajnokság 2. helyezés. És kérnék szépen még egy tapsot a művészeti vezetőknek és a koreográfusoknak, Németi Viktóriának. Őket követi a művésztanoda zenekara Orosz József vezetésével, akikre szintén büszkék vagyunk, ugyanúgy, mint a mazsoretesekre. A cigány ifjúsági zenekar a művésztanoda növendékeiből alakult 1994-ben, Orosz József tanár úr kezdeményezésével. A zenekar szívesen látott vendég cigány község és a környék jeles rendezvényein. Céljuk, hogy megkedveltessék a gyerekekkel a csoporton tanulás örömeit, ami azt hiszem sikerül is nekik. De még mielőtt ők a színpadra lépnének ismét, bemutatkozik Belinszkéné Nagy Irén költő. Hogy áldon én beszélek. Cigándon született, 8 elemét az cigándon tetszett járni, Putnokon és Miskolcon állt, vezetett az útja. És az én papírom szerint 4 önálló kötete jelent meg. És egy elsőt szeretnénk kötte most hallani. Előtte Laci legyen kedves, és segíts nekünk a mikrofont beállítani. Természetesen, semmi akadály nincsen. Erről a papírról beszélt. Kenyérmag. Nekem szent ez a föld, amelyből őseim vétettek, s vétettem. Ahová megtértek, és őket követem. Vallom, s hirdetem a szabadság szellemét, mely áldott örökség, amelyért ez a föld 1100 éven át megkövetelte a véres áldozatát. Nem tudnám elhagyni soha szülőföldem. Őseimhez láncol minden kötelékem. Érzem és hiszem, hogy buzakalász vagyok a magyar földeken. Itt vetettek, s itt kell nekem is elvetnem az áldott kenyérmagot. Hirdetnem a békét és a szabadságot. Idegen földeken az idő múlása a vetett magvainkat eltulajdonítja. Nem nekünk hoznak ott gazdag terméseket. Könnyezve csodáljuk idegenben a dús magyar vetéseket. Mit érnek magvaink s az érett kalászok, ha más nemzeteknek az asztalaira kerülnek belőlük kenyerek, kalácsok? Gondviselő atyánk, édes jó Istenünk, áld meg türelemmel bús magyar nemzetünk. Őseink 1100 éves küzdelmei 7
szűk esztendőknek kitartó bölcsei nyomdokain járva, segíts meg bennünket! Hittel, reménységgel áld meg életünket! Adj rendíthetetlen erőt, bátorságot, hogy az új korszaknak megböjtölt hajnalán felvirágoztassuk szép magyar országunk. E nagy feladathoz, hűség nemzetünkhöz, édes szép hazánkhoz, szabadságért vívott címerez zászlónkhoz, legyen a jelszavunk és vezércsillagunk. Segítsd, édesatyánk, ezt a gyomos földet mélyen felszántanunk. Adj harmatot esőt, éltető meleget, hogy a szántóvető kegyetlen fagyoktól, villámcsapásoktól már ne rettegjenek. És adj bölcsességet, hogy anyaföldünkön vessük magvainkat, a magyar vetések nekünk teremjenek puha kenyereket, foszlós kalácsokat.
ifjúsági zenekarától cigány és polka dallamokat hallottak. Feldolgozta és betanította Orosz József. Most ismét a művész tanoda lép színpadra, a Modern Tánc csoport, és előadásuk címe Spice Up Your Life és Mambo. Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride.
store around the corner. The boy said he wants some gin and juice, but I really don't wanna. Feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me come in, be singing the trumpet. A little bit of money. Jump up and down, and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it right. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sam. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Ha foglalkoznál, nem, ez is tetszik neked, ugye? Hát nagyon szeretem minden évben ére kapcsolatot. Nekem is tetszett ez a csipő, csak az falában. Sokáig el tudnál nézni a csinos fiatal lányokat, de inkább menjünk most tovább. Kedves vendégeim, fiatalos kedvű, fiatalos lendületű csoport lép most színpadra, a hagyományőrzők csoportja. Tagjai hosszú hónapok nem kis fáradtsággal járó munkáját vállalva készültek erre a találkozásra, hogy megpróbálják felidézni most önöknek a múltat dalaikkal és táncaikkal. Elárulták nekem, hogy nagyon izgulnak, mint a gyerekek,
és ezért kérem, fogadják őket szeretettel és nézzék el, hogyha magéznak. Az énekkor után az Emplin gyermektáncsoportot láthatjuk. Az együttes 36 éves múltra tekint vissza, nem kis felelősséggel, de féltő szeretettel merít a tiszta forrásból, cigándi játék és tánc hagyományaiból. Bárhol fordult meg az eltelt évtizedekben itthon a világban, a cigáni táncok mindig sikert arattak, úgy, mint régen, a gyöngyös bokrítások idején. Az énekkar után tehát két cigáni táncot mutatunk be, cigáni dallamok és májusjárás címmel. Koreográfus Nagy István! És kísér a Bekecs együttes. Yeah.
Yeah.
Egy kis múltbeli sétára kímikáljuk most meg kedves nézőinket. Évszázadunk történései, viharai, a cigándiakat sem kerülték el, és a nagy történelmi eseményekről sajátos módon dalok, versek, visszaemlékezések maradtak fenn. Részben általánosan ismertek, mások a cigándiak ajkán születtek. Ebből szedtünk össze egy csokorravalót, melyet szeretném most önöknek átújtani, tehát ismét következik a hagyományozó csoportja, fogadják őket szeretettel. Yeah.
boldog béke évek, de hamar elteltek. A falvak, városok most ismét remegnek. Ágyúszó, bomba, harckocsik zaja, jaj, viszik fiainkat ismét háborúba. Egy őrült, ki lámba borította eszméjével a világot, árvává, csonkává tett sok cikándi családot. Hosszú a névsor, mely a márványra van írva, ők ott maradtak mind a világháborúban. S ők is, kiknek származásuk, vallásuk volt bűne, a táblánban nevük, s emlékük szívünkben. Menjen magánszállókra, vasútra, Isten mered a hámod aljának, Isten mered nem fog fejét látni, tudom, hova rendelsz ideg várni. Isten veled is tanul örökre, el kell menni, meghalni, mert színek. A szívemet élet olyan járja, lesette a hegyek oldalára. Háborús veszélyük. Jöttek a katonák, jöttek a falunák. Kacsáért, csirkéért csak úgy vágták a sát. El is mentek nyomba a konyhára, rá is került a sor, mindjárt a kacsára. Nem mondom, hogy éppen e volt a legelső, mert éhes szájból volt itt elegendő. Nagy fájdalommal telt a pince élet, vagy az öreg jajdult, vagy a kicsi ébredt. Mikor a kisbíró elrekedt a hangtól, ne kellett vonulni nyomban 18-tól. Helmesztől szőlőske igen jó távolság, mégis egy este végiggyalogolták. A pastor remélte a nép lelkének vigaszát, ki hűpásztor volt, nem hagyta el nyáját. Testvérem, ne felejts el soha Réti Gyulát. Mikor megérkezett szabadítónk hada, mindenki menekült, útnak indult haza. Mama, szoldát, jöttek? Nincs nekem, drága fiam, szoldám, én is hamuslukkal mosok. Mama, varisnyám, jöttek? Nincs nekem, varisnyám, fiam, csak ez az egy rossz van. Kaput magyar, elég gyakjuk, vedd azt a kaput, mert el akarik vinni. Yeah.
csak nyomt forintot annak az egységre. Nyomt forintot, meg a fejadagot, te meg szegény dagos kivagod. A vezetőség benn az irodába, minden nap járnak a cukrászás. Egy nap ott a mi bűrünkre, te meg parazzalkozz a tényel. Kaposi Edith etnológus, a cigáni emberek, cigáni hagyományok kiváló ismerőjét, és most szeretném a színpadra szólítani egy pillanatra. Férjével, Vas Lajossal a 40-es években cigányi néphagyományokat gyűjtötte fel, és arra szeretném most őt kérdezni, hogy néhány mondatban röviden mondja, hogy hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre. Hát inkább azt mondom el, hogy hogy kerültem én cigányra, született Budapesti. Ez egy 20. századi mese. 46-ban egyetemista lévén fiatal professzort kaptunk Ordutai Gyula személyében. Zsuzsa a felesége táncos volt. Így merészkedtem azt kérni a professzortól, hogy én táncfolklorista szeretnék lenni. Azt mondja, milyen vallású. Meglepett 46-ban református. Járt már Sáros patakon? Jártam. Ismeri Újszászi Kálmánt? Ismerem. No, akkor elmegy oda, falu szemináriumban megnézi, milyen anyagot talál, utána felkeresi cigánban Kántor Mihály, ott magát aztán eligazítják. El is mentem cigánra, Kántor bácsi nagy szeretettel fogadott, és mikor elmondtam, hogy a Teleki Pál Tudományos Intézetben azt tervezzük, hogy Bodrog közről táncos áttekintést csinálunk, azt mondta, kisasszony, maga innen el nem megy cigándról, még fel nem dolgozta ezt a községet. Hát így maradtam és így ragadtam egy cigán. A másik része az, hogy 47-ben
a disszertációm, amelyik Magyarországon néprajz tanszakon először szólt néptáncról, az cigán volt. Tehát cigán bevonult így a tánc folklórba ilyenfajta módon, hogy uram, bocsán, még disszertációt is lehetett írni róla. És mennyi anyag maradt. Később Bodrog közben jártunk férjemmel, Vas Lajossal. Nagyon sokat felhasznált a gyűjtéséből, a zenéjében, feldolgozásaiban. Többek között még a műsorban következő Herzig Bercinek volt az Hollai Bertalannak is, így írt több olyan dalt, amit ő szívesen énekel. Most pedig, hogy ő már 7 éve nincs közöttünk, megjelent róla egy emlékezés. Hadd adjam át az egyik könyvet a polgármester úrnak, a másikat pedig kedves régi tanítványomnak, aki nagyszerű munkát végez Cigándon, Nagy Pistának. Fiatalembert, akit eddig műsorvezetőként ismertek meg, és megmutatja, hogy mit tud a színpadon igazán, barátaival együtt. Pércsi László következik, valamint Berzsenyi László és Robhányi Béla mékeréki táncokat adnak elő. Thank you.
csak annyit mondok, hogy Urecki Csaba, akkor azt hiszem mindannyiunk nevében ismerősen cseng ez a név. Urecki Csaba 1962-68-ig a Cigándi Általános Iskola tanára volt, és ő alapította a pedagógus, majd ifjúsági néptánc együttest. Az ő emlékének tiszteletére mutatja be a csoport Cigándi Csárdás című koreográfiáját. Urecki Csaba nevéhez fűződik a három falu, Alsóberecki, Cigánd, Pusztafalu, táncaiból létrejött zentéli népi együttes megalakítása is. Erről az időszakról szeretnénk kicsit bővebben hallani Vásárhelyi László koreográfustól, mindannyiunk Laci bácsiától. Csabát én régen ismertem meg, még cigándi korában. Szelleme tovább él itt Cigándon, fiatalabb generáció, már nem a legfiatalabb, de a fiatalabb generáció körében. Az imént mondtam a polgármester úrnak, hogy nem ilyen kerekem, mert most kiegészítem egy kicsit, hogy volt nekünk egy drága barátunk, a Mászlaszi, az egy rossz koreográfus, azt szoktam mondani, hogy az az Isten Csabás. Hát ezzel szemben itt a Nagy Pista egy Isten áldása erre a községre, aki viszi tovább azt a fáklyát, amit azt hiszem, hogy Csaba gyűjtött meg benne, nem különben Patkó Csabát nevelte, tanította és kezdette. Ennek a magyar néptáncmozgalomnak az a szerencséje, hogy mindig vannak ilyen, úgy szoktam mondani, szentőrültek, akik aztán szaporítják a szellemüket, szaporítják az erejüket, szaporítják a tudásukat, és ha tréfásra kérdezik tőlem, akkor azt mondom, hogy cigán, hogy ez a térképen van még? És micsoda élet van? Megint csak az ügyet mondtam a polgármester, hogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a fele menjen már haza, hát ki bírja ezt a rengeteg ember? Csodálatos. Csodálatos táncélet van mind a mai napig Cigándon, és ezt tartsák meg maguknak, szeressék tovább, és segítsék, támogassák őket. Hanem arról három községről egy kis történetet mondanék el önöknek. Mikor Csaba már Újhelyben volt, mivel is eligazgató, meg az Újhelyi Együttest vezette, egyszer fönnjárt nálam valami dologban, a népnevelési intézetben, és beszélgettünk, egyszer mondtam neki, hogy te Csaba, ott a környéken voltak még ilyen jó bokrétás községek, nem volna érdemes megkapargatni egy kicsit, hogy mint a kutya a labda után úgy kapott rá az egészre, és perceken belül, heteken belül összehozta a Zemplén együttest, ami Karcsa, Pusztafalu és Alsóbereckiből állott. Soha nem tudom elfelejteni azokat az öregeket, akik annak idején vezették a községek táncait. Nagyon megszerettem őket, többször jártam le, és végül is olyan híre ment a csapatnak, hogy a Dunamenti Folklor Fesztiválra, Kalocsára meghívták őket. Ez egy rangos nemzetközi találkozó volt már akkor, a Dunamenti népek találkozója. Az igaz, hogy a Dunamente az úgy terjedt ki, hogy a Duna az a fekete erdőbe ered, csak a fekete tengerbe ömlött, ezért aztán MSZK-ból is kellett hívni sokat, de csak úgy hívhattuk, hogy MDK-st is hívunk. Nem baj. Aztán törökök is voltak, egy gyönyörű palettát képezett ez a Dunamenti népek találkozója. No, nem voltam előkészíteni, kész volt a program, elmentünk Kalocsára. Ők mint szereplők, én mint zsűritag. Az első este, amikor szerepeltek egy 20 perces programmal, mindjárt mondták, hogy na, ez tovább jut, ez a második fordulóba is bejött ez a csapat. Csak egy gond volt, hogy amíg az első menetben a három községnek volt 20 perce, a második menetben a döntőben, hogy úgy mondjam, 8 percet lehetett csak táncolni. Hát emberek, mire szállt? Nem tudom elképzelni. Na,
gondolkoztunk, egyet aludtunk rá, másnap kora reggel mondom, hogy na emberek, szálljunk fel a buszra. Kimentünk a város szélére, egy gyepes kis utcába. Találtak velem szembe, hát mondom, nagy baj van. Kértem a bicskámat, bevettem a főpet, mondom, a tegnapi programból 8 percet kell csinálni, de ennek ez nem tetszik, hogy húzzak ki a bicskámat a szerje belé. Na hát ezzel megértem az embereket. És mit ad Isten, ez a kis teamshowzás nagyon jót tett a produkciónak, mintha 20 perces volt a terülre, mert nem lett volna nagyszerű, de így, hogy 8 percben lebonyolódott az egész, valami frenetikus sikere volt, és megnyerték vele a Dunamenti Folklor Fesztivál nagy díját. Úgyhogy... Az egykori kis cigándi táncosoktól, Urecki Csabától kezdve, mind a mai napig, valahol itt a kabát alatt benn van cigán. Szeretni is fogok mindig. Urecki Csaba, Cigándi Csádás című koreográfiáját. Thank you.
következő előadó, aki most színpadra fog lépni, mindössze annyit kér tőlem, hogy úgy konferáljam be, hogy most következik Berti, azaz Hollai Bertalan. Aztán pedig 20 perc szünetet tartunk. Oh,
faluban. Az hőlő, de a borom lő. Ezt az én kis Pözsikém megmondom előre, hogy aki a szőleit traktorral kapálja, nem érdekli, hogy az én nektártól megálljon. Tavasszal, ha kimegyek a hegy oldalán, egész nap engem tanítson,
mondhatom, hogy cigányi testvérek, hiszen testvérek is vannak. Vannak olyanok, akikkel testvéreknek tekintettük egymást gyermekkorunk óta, együtt játszottunk, együtt jártunk a sárban, amiről írtam ebben a kicsi dalban, és hát kit erre, kit arra vitt a szél, mint a székelyeket. Bárhova megyünk az országban, kis faluba, nagyvárosba, bányához, ide-oda, mindig azon lepődünk meg, Erzsike azt mondja, már megint egy cigándi vendéget van, keresnek. Nagy öröm bárhol találkozni cigándiakkal, jól esik hallani az érdeklődést, jól esik a jó híreket hallani, hál' Istennek, most már a mi falunkról is. És ez az összejövetel is bizonyítja, ezeket az embereket csak meg kellett mozdítani. Megmozdultak, gyönyörű, sokat szépült a falunk. Sokat javult az életünk, én tudom, akkor is, ha nem túls gazdag mindenki, aki itt ül. De én azt hiszem, hogy változott az élet, hála Istennek. És nem akarok én itt prédikációt tartani, de ha ezt a vonalat tartják, azt hiszem, hogy az utódaik is büszkék lehetnek önökre, a munkájukra. Én ehhez kívánok ezzel a kis dallal, amivel a végét zártam, és visszautalok rá újra, következzék az az egy asszony, akit remélem önök is ismernek már személyesen is, rádióból, televízióból, Talabír Erzsébet.
Thank you.
Folytatjuk a Vissza a gyökerekhez című budapesti bemutatkozásról szóló összeállításunkat. A gála műsor szünetében megkérdeztünk néhány cigántól elszármazottat, hogy milyennek látták a napot, illetve a műsort. Először ezekből idézünk, majd a nagy sikert aratott cigándi lakodalmassal folytatjuk. Julianna Réz, Kovács Józsefné. Ismerősökkel már találkoztam. Azok is nagyon örültek annak, hogy így bemutatkozik a falu. Úgyhogy, hát mit mondjam. Milyen gyakran járnak haza a faluba? Hát a faluba mi 3-4-szer hazamegyünk egy évbe. Úgyhogy, mert a bátyám az ott lakik, meg a családja. Tessék mondani róluk egy pár szót. Kik ők? Hát a bátyám, meg a sógornőm a Béke utcában laknak, a Rész Tóth Sanyi bácsi, mert úgy jobban ismerik őtet, úgyhogy ők hozzájuk szoktunk hazajárni, családostól. Mikor hazajönnek a faluba, hogyan látják a falut? Hát elég sokat fejlődött, de hát sok a munkanélküli ott is, mint máshol, mit mondjak, de fejlődés az megvan, mert van út, víz, gáz, úgyhogy most már nem olyan elhanyagolt, mint akkor, mikor én feljöttem. Felköszöntöm a cigándiakat, örülök, hogy eljöhettem most ide Pestre. Milyen érzése volt Jolánka nénnek, amikor megkapta a meghívót? Már nagyon örültem, hogy részt vehetünk. És most a kiállításnak a felét már megtetszett tekinteni. Ez milyen érzéseket váltott ki Jolánka néniben? Hát az emlékeket felidézte, csak örülni tudok. Nem olyan régen tetszetek még eljönni Pestre. Azért tetszenek hazajárni? Hát igen, megyünk. Eleinte még nem volt a házzal valami, nem tudtuk eladni. Hát addig minden hónapban otthon ültünk, de most már ritkább. Most készülünk haza majd halottak napjára. Milyenek a gyökerek? Hát, hogy a cigándi gyökerek? Igen. Nagyon jó. Hát nagyon vissza tudok emlékezni, vagy olyan szeretettel gondolok mindenkire. De hát hiába, így hozta a sors, most itt vagyok. És gondolom itt is jól érzi magát Jolánka néni? Hát jól érzem magam, csak azért mégis hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vágyok haza. Vágyok. Nagyon vágyok, mert azért ennyi év után most ott hagyni. Ezekre a gyökerekre gondoltam, és azokra, hogy Jolánka néni mondta, hogy elég gyakran hazajár még. Ott kik vannak? Nekem. Akikhez haz, igen. Hát a testvérek. Hát mind 70-80 éves testvérek ott hol vannak. És elegen vannak még. Ez a mai rendezvény, ehhez mit tetszik szólni, hogy így elhoztuk cigándot Budapestre egy nap? Hát ezt fel se lehet fogni, hogy azért ilyenbe belevágtatok. Azért borzasztó, hogy ez nagy munka, hogy most ezt mindet elrakni majd. De
esete már valaki régi ismerőssel találkozott? Már nagyon sokkal, és meg is. És milyen volt? Hát boldogan találkoztunk. Meg vagyok lepődve. Nehéz ilyenkor beszélni? Nem, mert hát azért beszélni tudok. De azért egy kicsit elérzékenyül. Egy kicsit persze. Hát. Különösen, ha régiekkel találkozik. Hát az, hogy a régiek. Osztálytársak, iskolatársak, szomszédok, azokkal tetszett már találkozni? Nem. Nem, 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 nem. Csak igazi cigániak. Csak az igaz, mint ti vagytok. Köszönöm szépen. Köszöntöm dr. Sohajda Józsefet a Cigándiak nevében, aki talán nem ismeretlen a Kábel Televízió nézője előtt, hiszen tavaly előtti augusztus 20-ai találkozón már beszélgettünk. Igen. Mit szól ahhoz, hogy Cigánd elhozta ide Budapestre a kultúráját? Hát én nagyon örülök neki, hogy találkoztam ezzel a rendezvényel itt ma. Találkoztam Cigándiakkal, és meg kell, hogy mondjam, nagyon jó érzés cigándinak lenni ma itt Budapesten. A színházi nyelven szólva itt azt szokták mondani, és ezt jobb, ha én mondom, nem azok, akik hazamennek, hogy a csilláron is lógnak az emberek. Szóval én nem gondoltam volna, vagy nem hittem volna előzetesen azt, hogy gyakorlatilag minden különösebb szervezés nélkül már azon túlmenően, hogy a meghívókat kiküldték, ennyi ember eljön ide, hogy gyakorlatilag a színházterembe nem lehet bejönni. Nagyon jó érzés, és köszönöm mindenkinek, aki szervezte ezt a műsort. Igen. A családja mit tud a cigáni kultúráról? Mennyire ismerték eddig a cigáni kultúrát? Hát amennyit a nagymama és a rokonok mellett megismerhettek. Nem túl sokat, azt tudták, hogy én valamikor táncoltam. A cigáni hagyományok közül ismerték azokat, amiket a mai nap, illetve manapság még találkozni lehet vele, tehát amivel manapság még találkozni lehet. Lakodalomban nem voltak még, tehát olyan jellegű táncokat, nótákat kevésbé ismertek, viszont a cigáni kultúrházban már kétszer voltam velük olyan rendezvényen, ahol ezek a gyerekek, akik ma is itt voltak, táncoltak, énekeltek, tehát azt hiszem, hogy ennyit belőle. A kiállítást látták már? Igen, végignéztük a kiállítást, azzal kezdtük. Úgy látom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon szép kiállítás gyűlt össze, és olyan képek, olyan festmények is előkerültek, amivel megmondom őszintén, én most találkoztam először, és nagy boldogságot okozott, hogy megtudtam azt, hogy cigánon ilyen tehetségek is fölnőttek.
aztán tisztes hajlékunkhoz végre, szép menyasszonyunk kikérésére. De szerencsés helyet, hol a liliomszál így felnevelkedik és bánatot nem talál, de szerencsés legényed, ki a helyre talál, most már itt a mi lábunk itt egy kissé megáll. Tisztelt látnagy uram, arra tekintsenek, itt már semmi akadályok ne legyenek, szíves kérésemnek tehát engedjenek. Legyenek nyugodtan, remélem és hiszem, hogy vőlegényünkből hű, gondos férlészem, szorgalom, jó szándék megvan nála készen, a szeretet útján jár ő egészen. Tisztelt látnagy uram, most már tovább nem beszélek, rövid versenben komolyan kérek, adják ide szép menyasszonyukat, ne várakoztassák tovább szegény, vőlegény urukat. Sarkantyú szólásnak is álljon meg zengése, mert a búcsúzásunknak most lészen kezdése, ezért a garast az imént én tevém le. Ezen úri háznál összegyűlt sokaság, csendességet kérek, hogy legyen hallgatás. Gyerekek, itt elős hátul szűnjön a suttogás, amíg itt tart majd a búcsúztatás. Mert ifjú menyasszonyunk, tudom, hogy így szólna szíve érzelmitől, ha szavakhoz jutna. Én mondom el tehát, mit elmélye gondol, ilyen formán tenne, látom, nem is bús, inkább vidám arcáról. Kedves édesapám, először hozzátérek, akit, hogy tiszteljek, elsőnek ismerlek. Beáld az égből olyan áldást kérek, melyet érdemelnek az ilyen atyák és vérek. Kedves édesapám, köszönetet mondok, ki a jelenkorig viseltél rám gondot, híven örködtél és forró szerettél, érted éjjel és napot egyé tettél. Drága édesanyám, te hozzád fordulok, én szerelmes Zajkám, te tőled búcsúzok, mert ma válik életemnek sora, vagy boldog örömre, vagy örökös búra. Kedves édesanyám, mielőtt indulok, könnyező szemekkel a kebledre borulok, mert te ingattad bölcsőm, életem te adtad, szemeidből reám, csak jóságok ára.
hónap indult az ég felületén, és egy nagy hajó indul ma az élet tengerén. Két egymásért égő szív ül a hajóban, kívánom, legyen részletek minden jóban, hogy úgy kormányozzátok majd éltetek hajóját, hogy elnyerjétek a föld minden boldogságát. Mert három égi testet ismerünk a mennyben, a napot, a holdat és a csillagokat körben. Három változáson megy keresztül az élet, a születés, a házasság és végül a halál része. Öröm a házasság, hű a szeretet, ez köti össze a szerető szíveket. Mert a természet legszebb korszaka tavasz, piros, fehér és zöld virágokat hoz az. Piros az egészség, fehér a békesség, a zöld színnekű boldogság és reménység. Kívánom ezen ifjú pár új tavaszt ébreszen, szívükben boldogság és reménység létezzen. Élvezik, ifjú pár!
Mert én itt az első tál ételt behoztam, és hogy elrejtsem, sokat imádkoztam, szakácsasszonyainkkal jól meg fűszer számoztattam, borssal, sáfránnyal, gyömbérrel, és jól meg is sózattam. Örvendek, ha tálat viszek ki üresen, mert így a kedves vendég gyomra sem marad üresen. Itt van tehát a jó csigaleves egyenek, jó egészségüknek kívánom, vegyenek! De meg zenész, hadd szóljon a vítus, hadd a dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Thank you.
Fújasszony, hogy egy gyönyörű ruhában először táncoljon, mulasson, és minden vendégének egy táncot juttasson. Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát, de vigyázzanak, le ne kapossák a cipője sarkát, gondoljanak arra, hogy igencsak drágáért varták új helyben a vargát. Éppen ezért tömje meg majd jól mindenki bankóval a sarkát. Én kezdem a táncot, a többi még ráér, húzd rá zenét, húzd rá az új párért.
és a reménység zenéje daloljon körültetek, hogy majd úgy nyíljék ki kertetekben minden virág, hogy legyen értetek öröm és boldogság. Éljen az ifjú már! Fölkérni a színpadra, és mindenkit nagyon-nagyon nagy tapsot kérek szépen. Patkó Csaba! Akik nagyon nagy gondot fordítottak arra, hogy ez a ma este létrejöjjön! Csaba bácsi, merre van? Vajon? Nagy István! Victoria!
oda kérjük őket, jó? És külön köszönet a Bekecs együttesnek! Kedves vendégeim, barátaim, fölhatalmaztak többen, hogy szóljak egy néhány mondatot, de tényleg csak néhányat. Volt, aki megkérdezte, hogy mennyien vannak, mennyien élnek Cigándon. Elárulom a titkot. 3600-an. Ó, mondta az illető, sajnos már elment egy híres ember. Mi lenne, hogyha jóval többen lennének, mert milyen jó lenne, az egész ország olyan lenne, mint Cigány. Hát azt hiszem, hogy ez egy jó kívánság a jövő évezredbe. És kívánom, hogy találkozunk a jövő évben kisebb rendezvényen, amikor előadást hallgatunk Sőregi János muzeológusról, és ennek az estnek a videófelvételét itt Budapesten megtekintjük. Köszönöm szépen!